Na mi van, egyre nagyobb szürel a Budapest banknál? OTP-be is mehet. Valami akció van a bankoknál. Mi lehet az oka? Voltam bent, vagy 10 percig. Kisebb vita alakul ki a biztonsági őrök és a szűcsfelek között. Nem tudjuk, hogy mi lehet ennek az oka innen messziről, de mindenképpen jól néz ki. Na most hallom itt az egyik ügyféltől, hogy ki van írva, hogy 4 ügyfél mehet csak egyszerre be a bankba, és ő fel van háborodva, hogy amikor kiadták a devizahitelt, akkor vajon hány ügyfél mehetett be? Illetve én nem tudom, de más alkalmakról én 24 meg 34 ügyfelet is szoktam látni a bankban. Ha nézzük, hogy hogyan alakul, nyilván egyre nagyobb sor lesz a banknál, mert hogy nem engedik be az embereket. Egyszerre 4 ügyfélre lehet lenni a Budapest Bankban. Ugyan a szabályok. Ugye már reggel jelezték a biztonsági örök, hogy ezt csak ma hozták ezt a szabályt. Nagyszerű, nagyon jól alakul ez. De amikor egy hitelt felvettük, akkor ötösével vezzük be. Laci, amikor a hitelt felvettük, akkor ötletemé vettünk. Ötösével. Igen, és mi van akkor, ha egy öttagú család akar bevenni? Két adóssal, két adóstárssal, meg egy kezessel. Akkor nem engedik be. Annak idején az egész jól alakult. Igen, megjött egy villamos az előbb, és egyre több ember érkezett villamossal a Budapest Bankhoz. Lehet, hogy hamarosan jön még egy villamos, és egyre nagyobb sorok állnak a banknál. Ja, nagyon népszerű a Budapest Bank. Ugye a napokban lehetett látni a napi lapokban a hirdetés, hogy térjen be hozzánk egy ilyen meghívó, és úgy látom az emberek, jól működik a hirdetés, egyre többen állnak a banknál. Vajon mi lehet az oka? Nagyon hevesen gesztikulál a biztonsági úr, óriási! Óriási, mutogat is! Látszik, hogy idegesek. Igen, Bentről is kinéz egy biztonsági úr. Az ügyfelek pedig szétteszik a kezüket és csodálkoznak. Sátom, már a kordonnál áll a sor vége! Nagyon jó, igen, látom, hogy most egy új ember megérkezett a közérből. Egy napon mozdulattal átvéti a kordot és leáll a sor végére, ő is a Budapest Bankba megy. Mit lehet a Budapestnek? Nem kártérítést fizet a Budapestban. Lehet, hogy kártérítés. Igen, ennél idegesebb a biztonsági őr. Mindjárt megveri azt az őszes fiatalember. Látom, lassan elfogja a dolog. Most már viszont nem gél meg, hát megoldom ott a probléma. Jól van, a sor azért tapsol, nagyon jó. Igen, mindjárt jön még egy villamos, úgy látom. Sokan majd fel fognak rá szállni, de biztos, hogy nagyon sokan leszállnak. És szerintem az újsághirdetés olyan jól sikerült, hogy újabb és újabb emberek fognak érkezni a Budapest Bankhoz. Csak vajon zárásig mindenkire sor kerül-e? Ugyanis 3,5 óra múlva bezár a Budapest Bank, hogy így elnézem a sor, ez nem biztos, hogy meg fog történni. 3,5 óra várakozás egy bank miatt. Ezt nem is értem. Igen, látom, hogy a zöld láthatósági mellényben lévő fiatalember a kék kalapba már hidegérelemmel érkezett a bankhoz, 3 napi hidegérelem. Utoljára én ilyet a postabank botránynál láttam, hogy emberek sorba álltak a pénzükért. Úristen! Csak nem valami baj van a Budapest Bankkal, ezt csak én kérdezem. Nézzünk szét a Facebookon, hogy nincs-e véletlen valami hír, hogy a Budapest Bankkal baj lenne, mert ennyi ember sorba áll, ez okozhat problémát. Hát igen, látjuk itt ugye a bomba itt az emberek között van, a püstölgő bomba. Na, vajon mi lehet, akinek van Facebookja, az nézzen szét mindenképpen, apá! Az a hír, hogy minden bankkal probléma van. Az interneten állítólag az a hír, hogy járok elő jakosin, hogy minden bankkal probléma van. Banka van, hogy valami gond van, vagy nem tudom, mi lehet. Igen, megint valaki székkel jön a Budapest Bankba, úristen! Széket hoz! Hosszú sorban állásra rendezkedett be a hölgy. Úgy látom, és én csak a kordonon kívül tudok sorba állni.
Én biztos vagyok benne, hogy kártérítést kezdik el osztani és fizetni, és ezek az emberek tudnak valamit. Hideg élelem, szék, jó hangulat, türelmesen várnak, és beszélgetnek a biztonsági órán. Nagyon jó! Igen, úgy látom, hogy ki akarják venni a pénzüket az emberek azért álljon sorba a Budapest Bannál. Na valakit kérdezik, vagy ne engednek-e helyette valakit? Mert ugye az van, négy ember mehet egyszerre a Budapest Bannba, és 10 darab biztonsági őr. Ugye látom, hogy vannak, akik már átnézik a kordont, és a sor elejére igyekeznek. Egy kicsit előrebb jutottak. Egyedül beengednek egy hölgyet. Egy jön ki, egy megy be. Na, kettő megy be. Óriási! Ketten is bejutottak. Tehát akkor, hogyha jól számolom, akkor most öten van meg a Budapest Bannban, de baj lesz. Ebből szerintem baj lesz. Megszegték a szabályt, mert egy jött ki és kettő ment be. Na de mi van akkor, ha kijön hat? Akkor pedig negatív lesz a legyenleg. Tudjuk, hogy nem tudnak számolni a bankban, ezt teljesen jól látjuk. Hát most majd meglátjuk, hogy mi fog történni, mikor tűnik el a sor. És a banda is ott sétál az emberek között. A püstölgő banda, ami ugye tudjuk, hogy bármikor robbalhat. Igen, úgy látom, hogy itt minden bizonnyal, ha nem csinálnának ilyen buta intézkedéseket, hogy csak négy ember lehetne a bankba, akkor ugye nem lenne sor kint. De most úgy látom, hogy sor van.